látni, hogy ott fönt sötétebb a színe a hőnek. Ez azért van, mert 1283-ban volt egy óriási földrengés, és akkor a barlangváros egy nagy része beomlott, már csak 8 emelet maradt ebből. Ugye ez a vidék két kontinentális lemez, az eurázsiai és az anatóliai lemez ütköző zónájában található, tehát gyakoriak itt a földrengések.